Egyik utcán végig mentem, a másikra tekintettem. Egyet, kettőt füttyentettem, tudom, miért cselekedtem. Mikor én még gyermek voltam, hadi jóért majd megoltam, de már most, hogy nagyon szeretettel köszöntöm Ugrai János kollégámat, aki, hát mi vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy ő ilyen kutatási területnek választotta a Sárospataki Református Kollégiumot. Ezért mondhatjuk, hogy élünk, mert hogyha kutatnak egy intézményt, egy intézménynek a történetét, akkor még nem halt meg. A Sárospataki Református Kollégiumnak a ismert kezdeteiről fogunk beszélni, mert ugyan 1531-re vezeti vissza a hagyomány az iskolának, a protestáns iskolázásnak a kezdeteit, de hát ennek van egy ismeretlen szakasza. Mondjuk meg őszintén, hogy a 40-es évek végéig szinte semmit sem tudunk magáról az iskoláról. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert egy nagyon jelentős iskoláról van szó, legalábbis a középkor végi adatok alapján. Feltételezhető természetesen, hogy volt iskolázás Sárospatakon, de valahogy nem maradtak fenn a dokumentumai, hiszen egy jelentős plébánia volt, és a reformációban is a plébánia fontos szerepet játszott. A 40-es években már mindenképpen, de 30-as évek végétől már adataink vannak a város reformációjáról. Csak valahogy a figyelem talán azokban az években nem az iskolára irányult. Pontosabban egy mozzanatot ismerünk, hogy Perényi az építkezései során áthelyezte a római katolikus, a mostani római katolikus templom mellől az iskolát arra a helyre, ahol most is működik, ahol egy Begina ház állt, és hát tulajdonképpen ez a Begina ház lett az iskolának a ezen a telken az ős épülete. De igazából csak a 40-es évekből Kopácsi István Sárospatakra érkezésekor vannak olyan adataink, amikor már neveket is ismerünk, és akkor már nagyobb rálátásunk van ennek az iskolának a történetéről. De nem vagyunk rossz helyzetben, mert lényegében mi most arról fogunk beszélgetni, vagy arról szeretnénk váltani néhány szót, hogy hogy is néz ki egy reformált iskola a 16. században Magyarországon. A középkorhoz képest milyen változásokon megy keresztül az iskolázás, mi az, hogy humanista iskola, milyen kapcsolatrendszere van a peregrinációval egy-egy ilyen intézménynek, hova lehet bekötni ezeket a korai időszakban, a reformáció korai időszakában, hova lehet bekötni nemzetközi összefüggésekben ezeket az intézményeket. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy próbáljuk meg tartalmi szempontból megvizsgálni azt, hogy mi az, hogy humanista iskola. Ugye Makkai László, aki ezzel a korszakkal foglalkozott valamikor a 80-as években, ő úgy ítélte meg, vagy úgy határozta meg, hogy a humanista egyességnek a fellegvára lett Sárospatak. Szóval mi az a humanista iskola a 16. században Magyarországon? Mindenképpen egy új fejezetet nyit a reformáció az iskolázás történetében úgy általában, és egy ilyen új iskola típussal, amely aztán kollégium vagy liceum típusú intézményeknek a virágzását teszi lehetővé a következő évtizedektől, a következő időszaktól kezdődően, az tulajdonképpen a legfontosabb újdonság, a legfontosabb jelenség ebben az időszakban. Részint az anyanyelvhez, az anyanyelvi kultúrához kötöttsége az oktatásnak, amely nem jelent
teljes körű vagy végleges szakítást a latin kultúrával, de mindenképpen az anyanyelven való írás-olvasás mint alapot tekinti, és erre építi a stúdiumokat a későbbiekben. Ez egy újdonság, amely a nevelés történetében is egy meglehetősen fontos, mondjuk úgy, hogy szemléletbeli fordulat. Vagyis azért vágok közbe, mert beszéltünk már itt egy másik filmben Kelemen Judittal a sárospataki középkori iskolázásról, és ott azt állapítottuk meg, hogy az anyanyelvnek csak nagyon kis szerepe volt, segéd szerepe volt. Mondjuk úgy az első lépéseknél anyanyelven megtanult olvasni az illető, és szinte azonnal váltottak a latinra. Tehát most úgy kell a szavaidat értenem, hogy szélesebb alapokon jelent meg az anyanyelv az iskolában? Minden bizonnyal, igen. Ugye a bibliafordítás az egy nagyon fontos programja a reformációnak úgy általában, tehát az, hogy az istentiszteletek, a szent szövegek értelmezése a hívek mindennapi gyakorlatában anyanyelven folyjon, az egy kiemelt cél. Ennek megfelelően a nyelv művelése, és ebből kifolyólag a anyanyelvű iratok, különböző művek megjelentetése az egy ilyen kulturális program, amely mindenképpen ebbe a humanista iskola irányába orientálja a következő évtizedekben a nagyiskola központokat. Alá is támasztom a szavaidat, majd a későbbiek során beszélünk a pataki iskola törvényeiről, de a törvénykönyvben van egy ilyen utasítás a diákok számára, hogy este és reggel a Szentírást és a KT-t, a katekizmust latinul és magyarul is tanulmányozni kell rendszeresen, napi rendszerességgel. A diákok a Szentírásból este és reggel naponta egy vagy két fejezetet olvassanak. Hasonlóképpen a keresztény tudomány heidelbergi KT-ját mind a nagyobbak, mind a kisebbek hűségesen tanulják. Mert nincs rútabb és illetlenebb dolog, mint amikor a magukat keresztényeknek vallók, a mennyei tudomány summáját, amely a Krisztus egyházának sajátja, és amelynek ismerete nélkül senki sem üdvözülhet, nem ismerik. A keresztény hit egyszerű igazságait, mint az apostoli hitvallást, a 10 parancsolatot, az Úr imádságát, a keresztség és az úrvacsora szereztetési igéit, az asztali áldásokat, a reggeli és esteli imákat szombaton és vasárnap, mellőzve minden más tárgyakat hűségesen tanítsák és véssék emlékezetükbe. Először anyanyelven, aztán latin nyelven is. Amikor ezeket már tudják, a Szentírás jelentős igéit tanítassák velük. Vagyis valóban párhuzamosan nem csak a kezdő szinten, hanem úgy tűnik, hogy a teljes iskolai társadalmat átfogóan jelen van az anyanyelvnek a napi használata, miközben nagyon érdekes, a törvény azt mondja, hogy beszélgetni viszont csak latinul szabad, nyilvánvalóan azért, hogy ezt a nyelvet mélyen elsajátítsák. A latinhoz ragaszkodásnak nagyon sok oka van, egyfelől a tudománynyelve, másfelől pedig az országnak valami fajta közös nyelve is, hiszen számos nemzetiség él egymás mellett, ennek megfelelően szó nem lehet egy olyan magyar nyelvűségről, ami esetleg napjaink viszonyaiból kikövetkeztethető, mert igazából a latin magyar kétnyelvűség az már önmagában egy olyan újítás, amellyel korábban nem számoltak, és amelynek ez a magyar nyelvhez vagy az anyanyelvhez kötődése ilyen újdonság. A másik ugye az, hogy ez egy iskola központ, a minden egyes protestáns kollégium, amihez kötődnek különböző a befolyási övezetébe tartozó kisebb iskolák, partikulák, ez a fajta partikula hálózat ilyen szőlőfürtszerűen, vagy ilyen pókhálószerűen kötődik össze, és a központban az adott kollégium
határozza meg a befolyási övezetébe tartozó kisiskolák tananyagát, ők közvetítik ki a tanító mestereket, és egy ilyen élő kapcsolat alakul ki az iskola és a vidéke között. Ez pedig egyfajta ilyen kulturális kölcsönhatássá válik, lokális, regionális, ilyen kistérségi, körzeti szinten. Ez is mindenképpen pulzálóvá teszi a vidéki életet. Ez azért alapvetően más, mint ami a középkorban volt, ahol az iskola hajlamosnak mutatkozik arra, hogy kifejezetten elszigetelődjön és egy ilyen zárt világot képezzen. Kicsit kinyílik az iskola kapuja, és a gyülekezetek, a falvak, mezővárosok kulturális világa egységet formál az adott intézmény egészével. Még majd szeretnék visszatérni itt a humanizmus kérdésére, de mivel felhoztad ezt a fajta kapcsolatrendszert, amit általában ugye a szaknyelv partikula rendszernek nevez, a pars szóból részecske partikula. Tudnélik ennek valahol a központja nem is maga a kollégiumi típusú iskola, hanem az az egyetem, amelyikkel ez a kollégiumi típusú iskola a peregrináción keresztül élő kapcsolatban van. Ez egy nagyon furcsa, azt is mondhatnánk, hogy egy nemzetközi hálózat. Tudnélik, hogyha megvizsgáljuk a sárospataki törvényeket, bár ez már átdolgozott állapotban van a kezünkben, a 17. századi átdolgozott formában, de sok mindent őriz a 16. századi kezdetekből, akkor szó szerint kimutatható egyes pontokon a Wittenbergi Egyetemnek a törvényeinek a hatása, illetve a Heidelbergi Egyetem törvényeinek a hatása. Tehát az azt jelenti, hogy az iskola belső szerkezetére nézve is, és nyilvánvalóan a tananyagra nézve is, ezeknek az egyetemeknek nagyon komoly hatása volt, és ez a kollégiumi típusú iskola, miután a partikulákba a saját diákjait bocsátotta ki tanítónak, közvetítette ezekbe a mezővárosi és falusi iskolákban népesítette. Igen, én is ezért kezdtem a partikula hálózat rövid ismertetésébe bele, mert hogy ehhez valóban kapcsolódik ez a fajta peregrinációs kapcsolat, és adott esetben könnyedén előfordult az, hogy valaki Wittenbergből vagy más célpontból hazatérve valamelyik közeli nagyobb gyülekezetnek a lelkészévé vált, és egy abszolút friss európai műveltség tapasztalatával került aztán a szószékre. Nyilván nem ez volt a fő célja a peregrinációnak, hanem az, hogy a professzorok, akik tanítanak az iskola központban, ők mélyebb és sok éven át szerveződő műveltséggel rendelkezzenek, de adott esetben ugye a létszám alakulás függvényében ez könnyedén előfordulhatott. Ami nagyon élővé teszi ezt a humanista kultúrát, ez valóban ez a peregrináció, amelynek az első században a reformáció bölcsője, fészke a célpontja. Aztán a későbbiekben ez változik, tehát először egy német orientációval, majd később holland, angol, majd ismét német peregrinációs célpontokkal szerveződik nagyon sokáig ugye a hazai református és evangélikus iskolakultúra. Ennek részint van egy kényszer szülte oka, nincsen egyetem, és a teljes akadémia sem feltétlenül épül ki, részint pedig ez egy nagyon tudatos vállalás, amellyel segítik elő ezt az összefüggést, amit eddig beszéltünk. Térjünk még vissza egy kicsit a humanizmus kérdéskörére. Úgy látom, hogy másik oldalról is megközelíthető ez a probléma, tudnék a humanizmusnak a megjelenése, vagy szélesebb alapokon való megjelenése a protestáns iskolában a középkor végi iskolázáshoz képest, bár már ott is megjelenik a reneszánsz tananyag. Tudnélik, a klasszikusoknak az olyan fajta, még azt is merrem állítani, hogy túltengése, amikor szinte
nincs is más olvasmány, amikor akár a latin nyelvet, akár a görög nyelvet tanulják, akkor nincs is más olvasmány, hanem a klasszikusok. Bár vannak tankönyvek, sőt azt is mondhatjuk, hogy már magyar szerzők által is jelennek meg tankönyvek, még görög nyelv is, görög nyelvi tankönyvek is, meg görög olvasó könyvek is, de mégis elsősorban a klasszikusok uralják ezt a tananyagot. A teológiát és a filozófiát nem csak vitatkozva, hanem rendszeresen magyarázva tárgyalják, az egyházban és a községben élők szükséges hasznára. A segédtudományokat is, mint a latin és a görög nyelvtant, a héber nyelv hasznos elemeit, a poétikát, retorikát és a logikát, úgy szintén a klasszikus írókat, a görög és a latin szónokokat is költőket, Démoszteniszt, Iszokratészt, Plutarkoszt, Cicerót, Homéroszt, Héziodoszt, Teognidészt, Vergiliuszt, Ovidiuszt, Horáciuszt, amelyek a nyelvek tanulása és elsajátítása és a szent teológiai tudomány és a józan filozófia forrásainak megismerése véget szükségesek, szorgalmasan tanítsák, vizsgára és gyakorlásra, írásban, szóban, szónakolva ismételjék. Így van, ugye ez is valóban a reneszánsz, illetve a reneszánszkori humanista műveltségi program része, illetve amit említettél, a könyvnyomtatás, a tankönyv, ugye ez egy újdonság ebben a korszakban, jó 100 éve van Európában könyvnyomtatás, mondjuk úgy, hogy ipari keretek, kisipari keretek között, ez mire a periférikus térségekbe eljut, az pont az az időszak, amikor itt protestáns iskolázás megveti a lábát. A tankönyv, könyv nyomtatás az azért nagyon fontos, mert kicsit tömegesebbé teheti például a klasszikusokkal foglalkozást, bármilyen egyéb iskolai tananyagnak a közvetítését, és szakít azzal a fajta kolostori iskolai jellegű körmöléssel, amely a középkorra jellemző. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy akár kisebb terjedelmű klasszikus szövegekkel lehessen adagolni a stúdiumokat, lehetővé teszi azt, hogy akár túltengjen is idővel az iskolai oktatásban bármilyen tananyag, mert lehet egymásra rakni, egymásra építeni a különböző feladatokat, különböző szakaszokat. Ugyanakkor még az is megfigyelhető, és azért ez részben középkori örökség, hogy hihetetlen sok memoriter az, ami hát feladata a diáknak. Mondjuk a pataki törvények azt mondják, hogy mondjuk az ökonómus tisztségnél, hogy azt gyakran kellett változtatni, nem hosszú időre választották ezt a tisztségviselőt, hogy amikor átadja hivatalát, akkor fejből két fejezetet mondjon el a Bibliából, és ugyanígy a klasszikus szövegeket is, hát skandálni kellett nagy mennyiségben. Nyilvánvalóan ennek az van a hátterében, hogy nagyon szabatosan kellett beszélni latinul, folyékonyan kellett beszélni latinul, és hát hogy is mondjam, jelentős szókincsel kellett rendelkezni. És ez visszaigazolja a nyugat-európai kutatás, van egy holland barátunk, Postma Ferenc, azért hívják így, mert az édesanyja magyar volt, hogy amikor megérkeznek Hollandiába a magyar diákok, akkor ő megfigyelte azt, hogy a disputációk, tehát ha megnézzük a disputációkat, akkor jóval több a magyar diákoknak, tehát az arányukhoz képest jóval nagyobb a számuk azok között, a diákok között, akik disputálnak, mert a professzorok szerették a magyar diákokat, mert olyan színvonalon beszéltek latinul, hogy ezt az egyetemi tevékenységet, tehát ezt a nyilvános, tudományos vizsgát, vagy nevezhetjük így is, vagy bemutatót,
Tehát ezt az úgynevezett disputát, amikor egy teológiai tételt, vagy egy filozófiai tételt kellett szabatosan kifejteni, és megvédeni, ugye a opponensekkel szemben, akkor szerették a magyar diákokat, mert már olyan felkészültséggel, olyan különösen nyelvi felkészültséggel érkeztek meg, hogy hát a tanárnak is jól jött, hogy ilyen diákjai voltak. Tehát ez a fajta... Nyilvánvalóan a diáknak, amíg tanulni kell, nem kellemes helyzet, hogy sok memoritert kell elsajátítani, azért ez hasznos volt a nyelvi képzés összefüggéseiben. Önök a Sárospataki Református Kollégium történetéről szóló filmsorozat, a Humanista Kegyesség iskolája Sárospatakon epizódját látták. Beszélgetett Dienes Dénes és Ugrai János. Köszönjük figyelmüket! Féljétek az Istent! És néki adjatok dicsőséget. Cserépére,